Dr. Csatári Bálint emlékének szentelték a forrás nyári dupla számának bemutatóját csütörtökön délután a Bácskiskun megyei Katona József könyvtárban, mivel pontosan egy éve ezen a napon hunyt el az Alföldi Tanyavilág kutatásában, problémáinak feltérképezésében elvitathatatlan érdemekkel bíró geográfus, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Alföldi Tudományos Intézetének egykori igazgatója. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a megemlékezésen felidézett, hogy Dr. Csatári Bálint az alföldi térség ismerője, kedvelője, kultúrájának felkarolója volt, aki kecskemét kulturális életéért is sokat tett. Ramháb Mária a megyei könyvtár igazgatója mondta el dr. Csatári Bálint laudációját, amelyben hosszasan sorolta a geográfus érdemeit, munkásságának mérföldköveit, megidézte mindenkivel barátságos, a társadalom problémái iránt érzékeny személyiségét, azt, hogy szerető családapa volt, és igazi tanár egyéniségként kiemelt gondossággal törődött a fiatalokkal. Csörsznézelenek Katalin a díjbizottság nevében végül átadta dr. Csatári Bálint lányának, Csatári Eszternek a Kemény Bertalan falu fejlesztési díjat, amelyet az évelején posztumusz adományoztak dr. Csatári Bálint számára.